Fodor Gábor. Barátaim, szabadság szerető polgárok! Magyarország jól teljesített 57 évvel ezelőtt, hiszen megmutattuk a világnak, szabadság szerető nemzet vagyunk. Ma a miniszterelnök a Hősök terén arról beszél majd, hogy Magyarország jól teljesít. Igaz ez? Nem bizony. Ma hazánk a szégyenpadon ül Európában. Növekszik a szegénység. Romlik az életszínvonal. Magas a munkanélküliség. És magyarok százezrei hagyják el hazájukat a kilátástalanság miatt. Ma Magyarország rosszul teljesít.